Milyen jó, hogy ilyen szép időben tudunk kirándulni, itt aztán sokan vannak. Igen, nálunk Playmobil városban most éppen hideg van a tél miatt, de itt Playmobil szigeten annyira meleg van, hogy még szabadtér és randra is lehet menni. Klassz! Nézzétek csak! Oda kiteríthetjük a törölközönket. Ó, imádom a strandot és a medencéket, csak Leo még mindig olyan furán viselkedik velem. Mióta én is megvicceltem őt a slime-mal, még hozzám sem szólt. Milyen különleges ez az akvapark, itt aztán sok minden van. Egy hatalmas ugrótorony, és egy medence bálnával, mintha valahol láttam volna már ilyet. És az úszómester is úgy néz ki, mint az, aki Playmobil városban dolgozik. És van egy csomó játék is. Ott hátul például van egy vár, amire fel lehet mászni. És még hinták is vannak itt, wow! Az a hinta pont üres. Lehet, hogy oda megyek és hintázok egy kicsit. Már olyan régen hintáztam. Vagy megvárom, mire kiszáll ebből a székből az a fiú, és én is kipróbálom ezt a hintaszéket, biztos nagyon jó. Nem lát minket, Hana? Hana, itt vagyunk, gyere csak! Jövök már! Ó, itt mindig golfozni is lehet, mennyi minden van itt. Látlak titeket, csak körbenézek, hogy mi mindent lehet csinálni ebben a klassz akvaparkban. Hana, a 3 méteresről is lemersz ugrani? Persze, hogy lemerek. Akkor gyere, ugorjunk le! Örülök neki, hogy legalább Tom még mindig rendes velem. Valami miatt Julianra emlékeztet engem. Ő is egyből felmenne a 3 méteres toronyra, hogy leugorjon. Gyerekek, ha éhesek vagytok, nyugodtan egyetek valamit. Nagyon sok ételt bepakoltam. Az evés nem rossz ötlet. Köszönöm, de most nem eszek, először leugrok a toronyról. Annyira idegesít valahogy, még visszafizeti azt, amit legutóbb csinált. Azt hiszi magáról, hogy ő különleges. Hé, Tom, várj csak, jövök! Hana, hol vagy már? Én már itt vagyok fent. Ezt nézd, én vagyok a legjobb ugró egész Playmobil szigeten. Juhú, ez az! Micsoda ugrás volt, szerintem az egyik legjobb ugrásom. Még a sapka is leesett rólam, nem is értem, miért volt rajtam. Tom, ez lenne egész Playmobil sziget legjobb ugrása? Akkor ezt nézd! Mekkora szerencsét, hogy gyakoroltam a testvéreimmel. Figyelem, most jön a legjobb ugrás, mégpedig tőlem, fog el Hanától. Most meg leugrik, és úgy tesz, mintha jól menne neki. Túl jól kijön Tommal. Vigyázzat, jövök! Azta, ez egész jó volt. Úgy tűnik, nem először csinál ilyet Hana. Na, mit szólsz az ugrásomhoz? Szuper volt, Hana. Be kell valljam, igazi konkurencia vagy. Tűnik most olyan legjobb barátja. Valamit ki kell találnom. Lea, szeretnél lenni valamit, mielőtt bemész a vízbe? Nem, anya, ha eszek, akkor fél órát várnom kell, inkább majd utána eszek. Annyira egyedül érzem magam, mindig Tom szokott velem játszani, de ő most csak Hanával foglalkozik. Nagyon jó ugró vagy, Hana. El kellene jönnöd Playmobil városba, van otthon saját medencénk, és sokat járunk az akvaparkba is. Versenyeken is részt szoktunk venni. Ez annyira idegesítő, egyszerűen nem tudnak leszállni egymásról, pedig ő az én testvérem. Egyszer, amikor beugrottam a vízbe, a hasamon landoltam. Igazi hasas ugrás volt. Velem is történt már ilyen, de gyakorlat teszi a mestert. Olyanok, mint egy szerelmes pár. Hallgatózok egy kicsit, lehet, hogy rólam is beszélnek. Hana, mindjárt jövök, elmegyek a mosdóba. Oké, semmi gond. Legalább elmegy a mosdóba, Juliannak nem ez a módszere. Ó, Hana egyedül van, talán itt az ideje, hogy most megfizessen. Ez eléggé ki van lazulva itt. Úgy teszek majd, mintha beszorultam volna ide, aztán ide hívom őt, ő meg majd bezárja magát ide. Szerencsére az úszómester sem figyel, remek lehetőség. Hana, ide tudnál jönni? Valaki az én nevemet mondta volna. Ó, onnan jön a hang, Lea hív engem. Hana, beszorultam ide, szükségem van a segítségedre. Szegény Lea, hogy történhetett ez? Jövök és segítek. Fel tudnád ezt emelni? Beszorult alá a lábam. Persze, már is csinálom, tarts ki. Megtartom a rácsot, most már ki tudsz jönni? Igen, szabad vagyok, de te nem.
Hé, mit művelsz? Ez csak egy trükk volt, nem szorultam be oda. Megérdemelted. De Lea, nagyon nehéz ez a rács, nem tudom egyedül felemelni. Pontosan, Hana, ami azt jelenti, hogy már nem tudsz fürödni, és Tom csak az enyém. Itt is vagyok, de hol van Hana? Az ugrótornyon nincs. És a medencében sem, ahol az előbb voltunk, lehet visszament a plédekhez. Há, ott jön Lea. Szia, Lea! Szia, Tom! Hana pihen egy kicsit. Felmegyünk az ugrótoronyra. Pihenés? Milyen uncsi? Rendben, akkor menjünk fel csak mi ketten. Rendben, úgy örülök. Van egy újfajta ugrásom, megmutatom neked. Ez az, pont ezt akartam. Ez nem lehet igaz. Egyedül vagyok itt a rács alatt, és egyedül nem tudom felemelni. Ez egy nagyon rossz vicc. Figyelem, most jön a Tom ugrás. Megpróbálom úgy csinálni, mint az előbb Hana. De uncsi, megmutatom, hogy én hogy szoktam. Elmegyek tucolni. Jé, van itt valaki? Jaj, biztos egy szellem. Jaj, úgy félek, ott van egy szellem, így nem merek tucolni. Te is bejössz a vízbe, Jens? Persze, Anika, egy kis felfrissülés nekünk sem árt. Jens, bárcsak tudod, hogy először le kell tusolnunk. Olyan meleg van már, úgy várom az úszást. Hé, van ott valaki? Itt vagyok lent. Mi? Mi volt ez? Honnan jön ez a hang? Innen lentről, nem szellem vagyok, be vagyok ide zárva, túl nehéz a rács, egyedül nem bírom felemelni. Édes Istenem, Jens, segíts, valaki itt van a rács alatt. Itt vagyok. Hana, te meg mit csinálsz itt? Hogy kerültél ide? Köszönöm, hogy segítenek nekem. Lea volt. Ez nagyon gonosz dolog volt tőle. Micsoda? Mi kis Leánk zárt be téged oda? Ez nem lehet igaz. Lea? Túl messzire ment. Tudom, hogy nem ürül a cserediákoknak, de ez már azért túl sok. Értem, mi a baja. Nagyon rossz volt ott egyedül. De köszönöm a segítséget. Elfogyott a türelmem. Túl messzire ment le. Azonnal hazamegyünk. Mára ennyi. Tom, Lea, pakoljátok össze a cuccotokat, hazamegyünk. De hát miért, anya? Van amiatt. Semmi közöm a dologhoz. Ezt csak kitalálta. Nem, Lea, tudom, hogy nem találta ki, téma lezárva. Nem értem, hogy miért nem tudunk egy szép napot eltölteni az akvaparkban. Miért ilyen gonosz, Lea, amikor semmit sem csináltam? Még soha senki nem zárt be engem sehova. Hé, milyen hangok ezek? Ki és miért sírott? Azt hiszem, a fürdőszobából jön a hang. Lea, miért sírsz? Nekem kellene sírnom, hiszen te zártál be engem. Úgy sajnálom. Szóval sajnálod? Nem kellett volna ilyet tenned. Túl messzire mentél. Várj, Hana, meg kell beszélnünk a dolgot. Rendben, beszéljünk, kíváncsi vagyok, mit szeretnél mondani. Hana, nagyon sajnálom a mai esetet, meg tudom magyarázni, hogy miért vagyok ilyen. A szüleim mindig cserediákokat hívnak hozzánk, és én ezt egyáltalán nem szeretem. Nem lenne semmi bajom ezzel, ha megtarthatnám a szobámat, de mindig a szüleim szobájában kell aludnom egy matracon. És ez az én számítógépem, csak mindig oda kell adnom, ha jön valaki. És az ágyamat sem szeretném odaadni senkinek. Nem szeretnék a szüleimmel aludni. El sem tudod képzelni, milyen rossz ez. Én is szeretnék egy kis magánszférát. Ennek semmi köze nincs hozzá, csak rajtad csattant az ostor, sajnálom. Ó, Lea, nem tudtam, hogy ez a te szobád. Anyukád azt mondta, hogy ez az én szobám is. Érezzem magamat otthon. De ezt már az elején is elmondhattad volna, és nem kellett volna ilyen gonosz dolgokat tenned.
Igazából a többi cserediáknál összejött a dolog, ők hazamentek. Csak te jól kijöttél Tommal. Úgy sajnálom, Hana. Rendben, elfogadom a bocsánat kérésedet. Mától kezdve mindig szólj, ha zavar valami. Mostantól aludhatnánk egy szobában, akkor nem kell a szüleid szobájában matracon aludnod. Lehetne ez egy lányszoba. Ez remekül hangzik. Egyébként kedvellek, Hana. Nagyon jók a csintevéseid, sokat lehet tőle tanulni. Köszönöm. Ha tetszenek a csintevéseim, akkor még a testvéremét is megismerhetnéd. Valamikor eljöhetnél hozzánk Playmobil városba. Ez jól hangzik. Szívesen ellátogatnék oda, nagyon örülnék neki, és sajnálom, hogy hamarosan hazautazol. Igen, most már haza kell mennem, de... Most már barátok vagyunk, habár jobb lett volna ezt hamarabb tisztázni, de spondját rá! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor kattintsatok a tetszik gombra, és nézzétek meg a csatorna többi videóját is, mert nagyon sok részből áll a mi kis sorozatunk. Hamarosan új rész következik. Addig is, sziasztok!